Évről évre egyre több szülő él az Erzsébet táborok lehetőségével. A gyerekek idén ott alvós táborban nem tudnak menni, de a napközi jellegűeken ezen a nyáron is részt vehetnek. A részletekről hamarosan, előtte érkezzen a mai tartalomjegyzék. Köszöntöm Önöket! Fejlődő Máté Szalka, új rendezvénytér, több parkolóhely és sportolási lehetőség a városban. Agrártámogatás újabb 100 milliárd forinttal segítik a hazai gazdákat. Segítség a szülőknek, élmény a gyerekeknek, idén-nyáron is több ezer diák mehet napközi Erzsébet táborba. Rendezvénytér és kávézó építése, valamint a parkolóhelyek bővítése is folyamatban van Máté Szalkán. A város történelmi főutcája is megújul, emellett a sportolásra is több lehetőségük lesz a helyieknek a jövőben. A végéhez közelítenek azok a munkálatok is, amelyek a Máté Szalka alatti geotermikus energia kiaknázását szolgálják. A részletekről a város polgármesterét kérdeztük. Milyen fejlesztések mennek Máté Szalka belvárosában? Máté Szalka belvárosában zajlanak azok a fejlesztéseink, amelyek a leglátványosabbak közé tartoznak. Így zajlik ugyanis a Zöld Város projekt, elnyert projektnek a megvalósítása három helyszínen. A belváros szívében a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház épülete és az Esze Tamás Gimnázium sportcsarnoka, ahogy mi hívjuk szalkaiak, közötti rész. Egyébként ez a Fényes Napok jól ismert rendezvény területe. Itt zajlik egy olyan építkezés, ami méltóvá teszi a városközponthoz, illetve magához a Fényes Napok rendezvény sorozathoz, illetve az összes többi rendezvényeinknek is ezt a teret. Egy valódi rendezvénytér épül majd itt a továbbiakban, és egyébként nem ebben a projektben, de mégiscsak kiegészítve, hozzájárulva a belváros szépségéhez épül egy másik projekt is, amire nagyon büszkék vagyunk. A Makovec Imre által tervezett és a kormány által kiemelt fontosságúnak ítélt projektek között számon tartható képes kávéház egy gyönyörű Makovec épülettel gazdagszik Máté Szalka. Ennek az épületnek az építése is folyamatban van, tehát nem csak a tér újul meg, hanem ott egy régi típusú pedagógiai szakszolgálat által korábbiakban használt épület helyére tulajdonképpen egy építészeti műalkotás kerül megépítésre. Ez zajlik közvetlenül a belvárosban, de a belvárosnak a része tulajdonképpen az a kegyeleti park, ahol egy régi temető is volt többek között. Ez a terület, ahol ez zajlik, ez meglehetősen méltatlan állapotban volt, fogalmazzunk így. Most ott is egy olyan közösségi tér alakul ki, ami lerakja annak alapjait, hogy ott a város egyébként legmagasabb pontján valami szépet hozzunk létre a későbbiekben. Most a területrendezés zajlik, majd növényeket ültetünk, egy ilyen várostörténeti sétányt alakítunk ki. Szóval elindul egy olyan fejlesztés Máté Szalkán, amire a későbbiek folyamán szintén büszkék lehetünk. És a harmadik helyszín pedig nem más, mint a Máté Szalkaiak egyik nagyon kedvelt helye, a Kispiac, ahol viszont a hátsó részében méltó környezetet alakítunk ki a parkoló autóknak, a vízelvezetést megoldjuk, illetve ott a közlekedést állítjuk helyre. Ez mind egy projekt keretében. Parkolók tekintetében, ha Máté Szalka utcáin végig járunk, akkor látjuk, hogy egyre több autó van. Nyilván volt egy turisztikai beruházás a Kossuth utcán, ami sajnos elvonta azokat a parkolási lehetőségeket, amelyekre az ott élőknek vagy az arra látogatóknak szüksége van. De az önkormányzat ezügyben is tett lépéseket. Melyek voltak ezek? Több olyan parkolót építettünk, hogy ezeket enyhítsük, ezeket a problémákat, amik azt gondolom azt, hogy pici kényelmetlenség árán, de mégiscsak megoldják az ott lakóknak a problémáit, hiszen mondjuk lehet, hogy nem az ajtóban tud kiszállni mondjuk a társasház kapujában a kocsiból, de hátsó részeken, ahogy mi hívjuk az alkotmány belsőn, ott volt az egyik végén a résznek egy ilyen rettetesen gondozatlan, bocsássanak meg a kifejezésért, dzsindzsás rész, ahol itt-ott parkoltak az emberek, ezt mi rendeztük. És gyakorlatilag ezen a szépen kialakított új parkolási környezetben egyrészt több a parkolóhely, másrészt meg a területnek, az alkotmány belsőjének, tehát a Kossuth utcának a túlsó végén pedig, ott a Szatmári Múzeum mögött, ott építünk szintén, ha jól emlékszem, 78 parkolóhelyet. Ez a
munka is befejeződik egy két héten belül, amit szintén az odalátogatók, illetve az ott lakók használhatnak arra, hogy a erősen forgalomcsillapított Kossuth utca attrakcióit meg tudják nézni. Nagy turisztikai beruházás volt Mátészalkán a Kossuth utcát érintően, ami szintén a fényes napokkal, illetve a Mátészalka történetéhez, történelméhez hozzátartozik. Ott is folynak még a munkálatok. Így van, a Kossuth utcán, Mátészalka történelmi főutcáján sikerült a tavalyi év folyamán úgymond az alulépítményes részt, tehát magyarul az utcának a szerkezetét kialakítani. Egy ilyen erősen forgalomcsillapított részt alakítottunk ki, területrendezéssel, világító fényattrakciókkal, ami a fénnyel kapcsolatos információkat is installációk formájában hordozzák, tehát ezt érdemes valóban megnézni. De a fény utcájához, hogy ezt visszaállítsuk a régi fényeiben ezt az utat, ugye ez arról híres ez az utca, hogy 1888-ban a mai Magyarország területén először itt alakult ki a közvilágítás, itt valósították meg a szalkaiak a közvilágítást. Két nagyon régi épületet állítunk régi fényébe. Az első az a mozi épülete, ami itt az egész környéknek, több 10 kilométeres környékben, az egész járáson, sőt még azon is túl, nagyon szép emlékeket hordoz sok generációnak, akik ebben a moziban, térségi központban ismerték meg mondjuk a szerelmüket, vagy ide jártak a gyerekeikkel, és mi ezt az épületet nem lebontottuk, hanem felújítottuk, és a projekt keretében pedig egy valódi 21. századi filmtörténeti helyet hozunk létre, egy Cukor Adolf filmtörténeti kiállítással, illetve egy miniplexel, ami ugye az egyik legkorszerűbb mozi 21. századi körülmények közötti kialakítására került itt sor. Ezt szintén nagyon várják a mátészalkaiak, hogy ez a mozi beinduljon. A épület maga készen van, most már ott tartanak a tárgyalások, hogy olyan lehetséges üzemeltetőkkel tárgyalunk, akik például a hangberendezést a megállapodások keretében szállítani tudják ahhoz, hogy ez jól működhessen ez a későbbiekben. Reméljük, hogy az ősz folyamán ez is üzembe áll. Illetve a másik fontos fejlesztés, az pedig az első villamított ház, ahol a 100 évvel ezelőtti képeslapokon található régi tűztornyot is helyreállítjuk. Itt Tony Curtis kávéház lesz egy fény- és technikatörténeti múzeum, ugye az utcához méltóan, illetve egy helyi nagy tekintélyű óvónő, Szamosi Istvánné híres babagyűjteménye is ide kerül majd. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon szép attrakciókkal gazdagszik Mátészalka ennek a projektnek a keretében. Mátészalka életében mindig kiemelt jelentőséggel bír a közösség. Talán az ő jólétét szolgálja, az a beruházás, ami a városi strand mellett helyezkedik el. Ott mit építenek most a szakemberek? Egy jóléti tavat építünk a városi úszoda mellett. Ennek nyilván, ezt nem szeretem ezt a szót, hogy ilyen jóléti tó. Szeretnénk egy későbbiekben egy méltó nevet ennek a helynek kitalálni, a városlakók közreműködésével. Lesz egy rekreációs tó, a körülötte kandaláberek, növények, fák, cserjék, illetve egy kis sétáló rész körbe a tavon, egy rekordtán, tehát egy futópályával együtt kerül kialakításra, padokkal. Tehát ez egy olyan rész lesz, ahol majd mondjuk a nagyszülők az unokákkal, amikor az uszodába mennek, vagy amikor az uszodából kijönnek, vagy a strandon, utána tudnak majd egy szépet ott sétálni, körbe menni. Az egész városrészt egyébként nagyon komoly terveink vannak, hogy elviszük egy ilyen rekreációs irányba. A későbbiekben szeretnénk majd egy nagy játszóteret is ideépíteni. Tehát ez a része is megújul, megszépül Mátészalkának. A mozgás is fontos, hogy az embereket minél inkább arra ösztönözzék, hogy minél többet sportoljanak, és ehhez a lehetőségeket is biztosítják. A város két különböző területén is folynak most a munkálatok. Igen, a keleti lakótelepen épül egy a jelenlegi műfüves pályák köré egy futókör szintén. Egyre többen mozognak, egyre több futót látunk kerékpárutakon, járdákon, úgyhogy ezt nagyon várják az ott élők, illetve az északi lakótelepen ott nem csak egy futókör, hanem egy kondipark is, egy szabadtéri kondipark is elhelyezésre kerül. Itt is zajlanak a munkálatok, és én azt gondolom, hogy a családoknak mindenképpen nagy segítséget nyújt majd az, hogy egy kicsit mozogni akarnak, hogy ott a lakókörnyezetben tudjuk ezt biztosítani.
Az emberek örülnek nyilván ezeknek a beruházásoknak, amelyet látják, hogy napról napra gyakorlatilag kinőnek a földből. Mikor várhatóak ezeknek az átvétel, mikor vehetik át a mátészalkai emberek ezeket a területeket? A nagy része az mind befejeződik, vagy már a nyáron, vagy ősszel, de vannak olyan projektjeink is, amelyek fogalmazunk, hogy nem annyira a városlakóknak a komfortjához, ugyanakkor viszont a későbbi boldulásához igenis illeszkedik, ilyen az ipari parkban zajló két projekt. Az egyik az utolsó 10 hektáros területnek a közművesítése zajlik, két utcán útépítés, járdaépítés, a közművek odahelyezése, illetve egy inkubátorház is készül Mátészalkán, 75%-os készültségben van, egy több mint 1300 négyzetméteres ipari komplexum, aminek egy részében irodai tevékenységet lehet végezni, ez a egy kisebb része, és több mint egy 1000 négyzetméteres üzemcsarnok épül, minden olyan betelepülni vágyó, vagy éppen már Mátészalkán prosperáló cégnek felkínálva a szolgáltatásait, akik mondjuk a gyártáskapacitásukat ide akarják hozni, vagy növelni akarják. A gazdaság élénkít és folyamatosan szem előtt tartja a polgármester úr, illetve az önkormányzat. Milyen olyan jellegű beruházások vannak, vagy fejeződtek be, ami Mátészalkának a térségi szerepét jelentősen növeli? Gondolok itt mondjuk a piac beruházásra, igen, ami ugye térségi szerepet játszott eddig is, és most valóban egy méltó környezetbe került a Városi Nagypiac. Így van, nagyon örülünk annak, hogy elkészült a Városi Nagypiac, ami több 10 kilométeres körzetből szolgálja ki az ide látogatókat. A mátészalkai nagypiacra ellátogatni, ez sok évtizeden keresztül hétvégi program volt, akár 40-50 kilométerről is a város térségében, akár Csenger, a Szatmári részekről is. És hát ez úgy nézett ki, mint egy KGST piac ezelőtt másfél évig. Azóta viszont van egy gyönyörű szép piac épületünk, ahol méltó 21. századi körülmények között kínálhatják az árut az árusok. Ugye most pont akkor került volna ez üzembeállításra, mire a koronavírus veszélyhelyzet kialakult, úgyhogy sajnos nagyon meg kellett böjtölni a mátészalkaiaknak és a járásban élőknek, hogy át tudjuk adni ezt az épületet, ami már műszakilag készen volt, de a veszélyhelyzet elmúlta után kinyitottuk, napról napra fogalmazhatunk, így nő az árusok száma, az ide látogatók száma, úgyhogy nagyon örülünk, hogy a piac segítséget nyújt a működése kapcsán akár a mezőgazdasági őstermelőknek, a kisvállalkozóknak is, illetve azoknak az árusoknak, akik itt kínálják portékájukat az egyre nagyobb számban jelentkező vásárlói rétegnek. Van egy olyan projekt Mátészalkán, amit már nagyon vártak, mégpedig a geotermális energia használata. Ez is folyamatban van. Hogy áll most ez a projekt? A projekt tulajdonképpen 92%-os készültségen áll. Éppen azért tudom ennyire, mert tegnap beszélgettünk erről a konzorciumi partnerrel. Gyakorlatilag a nyomáspróbák elvégzése is megtörtént, és most már az utolsó simítások zajlanak, amit azért várnak nagyon a mátészalkaiak, mert gyakorlatilag a városnak a harmad része fel van ásva, fel vannak vágva az utak legalábbis sávosan, hiszen ezeket a csővezetékeket, a korszerű csővezetékeket valahol el kellett helyezni, és azt a föld mélyéből előtörő, aranyat érő kincset, a geotermális energiát a Szalka távhő szolgálatába kellett állítani. Már az építkezésnek, ahogy mondtam, döntő része elkészült, és reméljük, hogy heteken, maximum egy hónapon belül teljes mértékben a projekt megvalósul, és a műszaki átadás követően pedig a Szalka távhő például már ősszel a zöld energiából tudja majd ellátni a mátészalkai, hát több mint 2700 lakást, aki távhőn van, és ez ugyan díjcsökkenést nem jelent nekik, de a távhőnek ez nagyon komoly nyereséget fog hozni, hiszen a drágán beszerezhető gáz és egyéb energiahordozókon kívül zöld energia is rendelkezésre áll majd, és nyilván így elkerülünk majd olyan problémákat, mint például, emlékszem, tavaly előtt egy óriási csőtörés volt, egy ilyen 50-60 éves vezeték esett széllyel, tehát magyarul van hova fektetni azt a pénzt, a régi csőrendszereket kicserélni, korszerűsítést, a hőveszteséget csökkenteni, ami ebből felszabadul a szalkatáfő részére. És egyébként meg az is egy nagyon-nagyon fontos szempont volt, hogy
ha bármi történik a gázszolgáltatással, ha bármi történik az egyéb tüzelőanyaggal, ugye ráadásul mondjuk kormal is, meg egyebek, és ezt nem is nagyon szívesen használjuk, hiszen nagyon fontos a klímabarát intézkedések végrehajtása önkormányzatunknál. Ha akármi történik, ezzel a rendszerrel mi 17 fokot mindenképpen tudunk biztosítani az itt lakóknak. Tehát magyarul a kitettsége is a gazdasági hatásoknak jelentősen csökken, és én azt gondolom, hogy a mai változó világban ez egyáltalán nem hátrasorolandó szempont. Polgármester úr, köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Jó alapokra lehet erős mezőgazdaságot építeni, hangsúlyozta az agrárminiszter néhány napja egy újfehértói rendezvényen. Nagy István televíziónknak adott interjújában elmondta, újabb 100 milliárd forintra pályázhatnak a gazdák. A keretből 5,5 milliárd forint jut a kistermelőknek, míg 25 milliárd a kifejezetten a koronavírus járvány hatásait elszenvedett vállalkozásoknak. Azt mindig szeretném hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag támogatásokra nem lehet építeni a mezőgazdaságot. A támogatásokra fejleszteni lehet. Ez a kettő között a különbség. Hogy minden egyes támogatást, ha egy fejlesztés önrészeként fogunk föl, akkor járunk el helyesen, mert akkor a versenyben nem fogunk lemaradni. Így tesszük ezt mi is, hiszen most a vírusjárvány elmúltával hirdetünk egy 100 milliárd forintos pályázati keretet, amelyben 50 milliárd forintért az állattenyésztési ágazatot fejlesztjük, 30 milliárd forintból zöldség-gyümölcs kertészeti ágazat fejlesztése zajlik, és mintegy 20 milliárd forintért pedig az öntözésfejlesztést támogatjuk, hiszen öntözés nélkül biztonságosan termelni nem lehet. Az a különbség a mostani pályázatban, hogy megemeltük a pályázható összeg felső határát. Az intenzitása az továbbra is 50%-os, viszont 500 millió forintról 2 milliárd forintig emeltük föl, hogy azon beruházásokat, amelyek versenyképesek, mérethatékonyak, azt meg tudjuk csinálni. De ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsünk a mezőgazdaságban, ezért a legkisebbeket is támogatni kell, és létrehoztunk egy 5,5 milliárdos alapot arra, hogy valóban a legkisebb termelőket tudjuk támogatni, hogy a kerteket megműveljék, hogy új gyümölcsfákat ültessenek, hogy a két hízó mellé még kettőt beállítsanak, hogy a két hízóbika helyett még legyen három. Tehát mind-mind fejlesztéseket generál, hogy aki kolbászkészítő vehessen egy jobb húsdarálót, hogy aki leszüreteli a gyümölcsöt, az tudjon befőttet, szörpöt, lekvárt készíteni belőle, és ez 15 millió forintot lehet elnyerni egy ilyen pályázatra. Ez szerintem egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megindulhassanak, fejlődhessenek. Úgy készítjük, hogy 2,5 milliárdot lehet elnyerni a kistermelőknek, de ahhoz, hogy tudjon értékesíteni, ehhez piacot is fejleszteni kell. Hogy a piac 21. századi lehessen, erre találtuk ki azt a 3 milliárd forintos pályázati keretet, amelyből a piacot fejlesztjük, hogy legyen ott áram, legyen ott hűtőpult, hogy a hízott libát, tömött kacsát ki lehessen hozni, a vágott nyulat, a vágógalambot be lehessen tenni, és olyan körülmények között legyen, hogy biztonsággal meg tudjuk vásárolni. Létrehoztunk ezután, ezen túl egy olyan 25 milliárdos keretet a gazdaságvédelmi alapból, amelyet kifejezetten a vírusjárvány következményeit elszenvedő vállalkozásoknak ajánlunk föl, és ezek a pályázatok most jelentek meg a napokban. Én kérek mindenkit arra, hogy kellően tájékozódjon, és amennyiben veszteségeket szenvedett el az elmúlt időszakban a járványveszély miatt, azt pályázza meg, adja be ezt a kérelmét, és természetesen ebből 25 milliárdos keretből mi ezt támogatni fogjuk. Ha azt mondom, hogy soha nem látott aszállyal indítottuk az évet, porba vetettünk, senki nem gondolta, hogy ki fog kelni. Hála Istennek kikelt, pillanatok alatt kompenzálta magát a természet, és most csodás a napraforgó, csodás a kukorica, hogyha nézzük. Szóval ilyen ős, zöld növények vannak, tehát jó rájuk nézni, mert élettől duzzadóak, de a gabonatermesztők pedig már sopánkodnak, mert aratni kellene, itt most már szárazság kellene.
hogy ne legyen toxinos, ne legyen különböző fertőzött a búza, illetve az árpa. Soha nem lehet mindenkinek mindent jól csinálni, ebből is látszik. De szerintem meg lesz az a középút, amellyel aratni is fogunk tudni, és az őszi kapások is megfelelően tudnak nőni. Csak hogy érzékeljük a számokat, 186 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a gazdák, és mintegy 86 ezer hektáron fagykárt. Úgyhogy ezzel is szembesülnünk kellett. Egyre szélsőségesebb körülmények között, egyre nehezebb körülmények között kell helytállni, de most is hálával és köszönettel kell gondolnunk és tartoznunk a gazdatársadalomnak, mert ilyen körülmények között is küzdenek, nem adják föl, erejüket megfeszítve dolgoznak, és ez a siker kulcsa. Ezért nem lehet azt gondolni, hogy akkor végünk lesz, nem, kezdjük újra, csináljuk, ez a siker kulcsa. Jó, itt Újfehértón vagyunk, a meggyet nem kerülhetem meg. Nem is szabad, hiszen az újfehértói fürtös az minden megynek az alapja, és az egész sikertörténet. Hiszen most már Európai Uniós oltalom alatt van, Hungarikummá is vált, a pálinkája is, és a megy is. Olyan tudás van mögötte, amelyre méltán lehetnek büszkék az újfehértőek. Itt alakult ki a mi kutatóintézetünkben, nálunk található, szinte nincs olyan család, akinek a kertjébe vagy a háza előtti részen ne volna. Ez az, ami szerintem nagyon fontos. Látjuk is az értékét. És én azt gondolom, hogy az egész újfehértői megy sikertörténet elején vagyunk. Hiszen én ismerem azokat a kutatásokat, amelyek nem csak úgy tekintenek rá, mint gyümölcsre, nem csak úgy tekintenek rá, mint egy kompót, vagy befőtt alapanyag, vagy éppen a pálinka, vagy a lekvár, vagy a szörp, hanem egészen más dolgokat is lehet belőle. A legjobb természetes altatószer van benne, az antioxidáns tartalma az újfehértői fürtösnek a legmagasabb a világon, tehát egy olyan rejtett kincse van még, ami szerintem a hosszú távú kifutását majd ezúttal fogja még megalapozni, hiszen azok az antioxidánsok, amelyek ott benne vannak, ma a világon a legdivatosabb, az öregedésgátlók, az egészséges életmód alapja, és ott már egészen más dimenzió egy kiló megynek az ára, hogyha ilyen gyógyszeralapanyagot vonunk ki belőle. Szóval ezért van az, hogy minden kornak, korszaknak megvan a maga jelentősége. De ha akkor Tibi bácsiék nem találják föl, nem alkotják meg, akkor ma hiába szeretnénk antioxidáns csinálni az újfehértői fürtösből. Ezért kell megbecsülni mindenkit. Korokon, korszakokon át az aznapi sikereket, az aznapi eredményt meg kell becsülni, mert csak így lehet építeni a holnapot. Kézműves foglalkozások, sport és kirándulás is szerepel az idei napközi Erzsébet táborok nyíregyházi programjainak sorában. A lehetőséggel évről évre egyre több szülő él. A Szabolcsi megyeszékhelyen ezen a nyáron is több ezer, a megyek közel 90 településén pedig közel 10 000 diák vehet részt az augusztus végéig tartó egyhetes ingyenes táborokban. Elengedhetetlen a megfelelő bemelegítés a torna gyakorlatok előtt. Mozgást igénylő feladatokból sincs hiány a nyíregyházi Kazinczy iskola napközi Erzsébet táborában. Az intézmény nem először vesz részt a programban. Iskolánkban tulajdonképpen a tanévzáróval és a vakáció kezdetével nem ér véget a feladat. Tehát minden évben törekszünk arra, hogy a nyári lehetőséget, napközis lehetőséget kihasználjuk és kiaknázzuk. Tettük legkorábban 3 évvel ezelőtt, amikor elsőként mentünk és utaztunk Erdélybe, az ottani ivótáborba. Kb. 100 gyereket utaztattunk, egy hetet töltöttünk ott, nagyon lelkesen tértünk haza. Így tavaly már bevállaltuk a balatoni zánkai tábort, ott viszont 180 gyerekkel vettünk részt, 17 pedagógussal. Fantasztikus volt, remek élmények, programok. Ugyanakkor itt az épületben zajlottak a napközis foglalkozások. Hát ez az év egy kicsit más, mint a megszokott és az előzőek. Lehetőségünk nem volt arra, hogy elutazzunk és ott alvós táborokban foglalkoztassuk a gyermekeinket, úgyhogy maradtak ezek a délutáni napközis táborok, melyeket szintén ugyanúgy szeretünk, és a gyerekek remekül érzik magukat. Az előzetes felmérés alapján a szülők többsége zöme július első 2 hetét választotta. Ez alatt a 2 hét alatt közel 100 gyerekkel foglalkozunk. Az első turnusban 40 gyerekünk, a következő, a második héten pedig 60 gyerek lesz jelen a táborban. Készültek a kollégák, változatos programokat állítottak össze a kézműves foglalkozáson át. Tegnap például a bújtosítóra látogattak ki, mennek az állatparkba, a falu múzeumba, fagyiznak, nagyokat sétálnak, játszanak, úgyhogy eddig minden rendben van, és remekül érzik magukat.
azon felül, hogy segítséget nyújt a szülőknek egy-egy ilyen tábor, hiszen biztosítják a gyerekek felügyeletét. Mi a céljuk azért ezeknek a táboroknak? Legfőképpen az, amit évközben nem tudunk mindenféleképpen, bármennyire is törekszünk arra, hogy gyerekekkel még belsőségesebb és közelebbi kapcsolatot alakítsunk ki és ápoljunk. Ezek a táborok remek lehetőséget biztosítanak erre. Tehát a kollégák itt sokkal inkább megismerik a gyerekeket, és hát ugye itt nem kell tanulni, tehát a szabadidős tevékenységek azok lazábbá és kötetlenebbé teszik az itt töltött napokat. Közben félszemmel nézzük a képernyőt is, és nézzük már meg, hogy ez, ugye az előbb mi volt? Támadás. Fontos szerepet tölt be a sakkakazinciban, ezekben a napokban pedig az iskola jól felszerelt, kényelmesen berendezett sakkpalotája is benépesült. Egy másik teremben közben kézműves foglalkozás zajlik, a gyerekek ott jártunkkor is elmélyülten dolgoztak. Követ festünk, meg ilyen egy dobozt befestünk ragasztóval, és rátekerjük a zsineget, és úgy tök jól néz ki. Nem csak ennek az intézménynek a tanulói töltik hasznos és tartalmas programokkal a nyári szünetnapjait. A Nyíregyházi Tankerületi Központ közel 50 iskolájában mintegy 3700 kisdiák vesz részt napközi Erzsébet táborban szakszerű felügyelet mellett. A Nyíregyházi Tankerületi Központ minden évben sokrétű táborozási lehetőséget szeretett volna biztosítani a tanulóknak, idén is így van ez, hiszen eddig is voltak ott a vós táborok, és voltak mellette napközi táborok. Mi úgy gondoljuk, hogy ha most a napközi táborokat tudjuk biztosítani, akkor ebből minél többet nyújthassunk a gyerekeknek, minél szélesebb programkínálattal, minél több gyereket érhessünk el. Ezért pályázott a Tankerületi Központnak 47 intézménye a pályázat keretében az állami támogatásból megvalósuló Erzsébet Alapítvány által szervezett, koordinált táboroztatásra. Valamilyen tendencia megfigyelhető a résztvevők számát tekintve, tehát most idén közel 3700 tanuló vesz részt. Egyáltalán mondjuk idén az megfigyelhető, hogy a szülők mondjuk esetleg megijedtek a vírus kapcsán, és kevesebben jelentkeztek volna, vagy azért folyamatosan növekvő tendencia van? Én úgy látom, hogy folyamatosan növekvő tendencia figyelhető meg az elmúlt 5 évben. Az idén egyharmaddal több tanuló jelentkezett a táborokba, tehát nemhogy megtorpant volna, hanem nőtt a táborozást igénybe venni kívánó szülők, gyerekek száma, és mi ezt támogatjuk. A táborok szervezésének egyébként mi volt a menete? Az iskolák jelentkeztek, jelezték a tankerületnek, hogy szeretnének tábort szervezni? A tankerület felhívta az iskolák figyelmét arra, hogy igyekezzenek a szülők és a tanulók igényeinek minél jobban megfelelni. Ezt követően az iskolák megkérdezték a szülőket, megkérdezték a gyerekeket, hogy mikor, milyen időpontban lenne a legkedvezőbb a legtöbb tanulónak a táborozási lehetőség, majd egy egyeztetési folyamat után eljutott a tankerületi központba ez a megfogalmazott elképzelés. Mi ehhez igazítottuk a szervezési teendőket, segítettünk az intézményeknek a pályázatok elkészítésében, benyújtásában, és mikor megkapták a nyertes értesítést, biztosítjuk a biztonságos működtetést és a szakmai finanszírozást az Erzsébet Alapítvány támogatásából. Az alapítvány 5 éve tölti be a táborok szervező és koordináló szerepét, és szakmai partnerként működik együtt a jelentkeztető intézményekkel. A napköziknek a programtervét a gyermekeket jelentkeztető intézmények állítják össze, kötelező programelemeket beépítve ezekbe. Ilyen például a sport és egészségtudatos életmód, a környezettudatosság, a művészeti nevelés, a kulturális örökségek, az önismeret, a közösségépítés, kompetenciafejlesztés, és ami nagyon fontos a napközikben, hogy kirándulással, külső kirándulással egészülnek ki ezek az Erzsébet táborok. Tehát a gyermekek nem kifejezetten és nem csak az intézmény falain belül vesznek részt tartalmas programokon, hanem akárhova ellátogathatnak, kirándulást tehetnek. Hogyha a koronavírus járvány, a járványügyi készültség megengedi, akkor akár strandolhatnak, történelmi emlékhelyekre látogathatnak el, minden olyan nevezetességet megnézhetnek, amit az elhivatott pedagógusok számukra biztosítanak, leszerveznek. Az Erzsébet Alapítvány ehhez koordináló, együttműködő szakmai anyagokat nyújt már a jelentkezés során. A jelentkezés egyébként az eTábor Plus felületen történik, ez egy online jelentkezési felület, és ide kell feltölteni tulajdonképpen minden adatot, dokumentumot és nyilatkozatot, ami a jelentkezésekhez szükséges.
Meggyet magoznak a gyerekek, mellettük pedig már sül is a palacsinta. Az egyhetes programok keretében ezt is kipróbálhatják a fiatalok. A napközis táborok idén az ország 800 településén zajlanak. Országos szinten mindegy 80 ezer gyermek vehet részt a napközi Erzsébet táborokban, ez pedig az előző évhez képest ugye 20 ezerrel több. Ez azt jelenti egyébként, hogy minden gyermek, aki szeretett volna eljutni napközi táborba, vagyis Erzsébet táborba, az idén megtehette. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egészen pontosan 88 településen valósul meg napközi Erzsébet tábor. 546 pályázat érkezett be, ez megyeszerte közel 10 ezer gyermek részvételét teszi lehetővé. Megyei szinten ebből 29 pályázat egyéb intézményektől, tehát családsegítő szolgálatoktól, kötelező közművelődési feladatot ellátó intézményektől érkezett be, illetve tanodáktól is két jelentkezést adtak be a szakemberek. A Kálósemjén és az Ópályi Tanodából érkezett be jelentkezés több mint 300 gyermek részvételére. És ugye megyei szinten a Kisvárdai, a Mátészalkai és a Nyíregyházi Tankerületi Központ is nyújtott be pályázatokat. A táborokban az élmények biztosítása mellett idén a járványügyi óvintézkedések betartása is nagy szerepet kap a programok során. A napközi program tervében idén a jelentkezést benyújtó intézményeknek higiéniai oktatást is be kellett építeniük. Ez azért fontos, hogy a gyermekek tisztában legyenek az alapvető higiéni szabályokkal, az alapítvány pedig ezt a gyermekek számára készült oktató videóval segíti, illetve a táboroztató felnőtteknek is egy filmen keresztül nyújt információkat, javaslatokat, az érvényes járványügyi előírásokat, ajánlásokat ismertetve. A tematikus táborok országosan június végén kezdődtek és augusztus végéig tartanak. Önök a Kölcsei Televízió 35 perc című műsorát látták, ugyanezzel a műsorral legközelebb hétfőn, ugyanebben az időpontban jelentkezünk, viszontlátásra!